Október végén hirdették ki a jövő évi nemzeti együttműködési alappályázatait. A civil szervezetek átlagosan 150 ezertől 3 millió forintig igényelhetnek támogatást, hangzott el a Baktalórendházi tájékoztatón. Az eseményen több a Baktalórendházi járásban működő civil szervezet képviselője volt jelen. Mi fontosnak tartjuk a civilekkel való foglalkozást, együttműködést, pályázati lehetőségek kiaknázását mindenféle tekintetben, és ezért is örülünk neki, hogy most ez a tanácskozás itt van. Jelen pillanatban mi adhatunk ennek helyt, és minden ilyen tanácskozásnak mindig bármikor helyt adunk, úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy ezt itt megtehetjük. A Baktalórendházi Fórumon elhangzott, a Megyei Civil Információs Centrumnak nem csak a civil szervezetekkel jó a kapcsolata, hanem többek között a kormányhivatallal, valamint a megyei önkormányzattal is. Kis András kiemelte, a stratégiai együttműködés most egy újabb elemmel bővül Szabolcs-Szatmár-Berekben. Mind a 13 járásban december 1-től lesz egy külön ember a Civil Információs Centrum alkalmazásában, aki az adott járás civil ügyeiért fog felelni. Tehát létrejön a járás és a megyei civil centrum közötti kapocs. Egy ember, akinek az lesz a dolga napi 8 órában, hogy a járás civil szervezeteivel, a helyi közösségi problémáival itt helyben közel az emberekhez foglalkozon. Én azt gondolom, hogy ez egy jó menetrend, hiszen megalakult a Nemzeti Együttműködési Alap, az új civil törvény meg lett, erre rá fél évre megszülettek a megyei civil információs centrumok, és az első megye lesz Szabolcs-Szatmár-Berek megye, ahol minden járásban a civil információs centrum tevékenység kiteljesedik. Az operatív igazgató hozzátette, a nemzeti együttműködési alapon belül jövőre is, csak úgy, mint idén, 3,4 milliárd forint áll a civilek rendelkezésére, pályázni pedig témától függően november végéig, december elejéig lehet.